Szentmisével kezdődött idén is a Székesfehérvári Egyházmegye hagyományos adventi hitoktatói lelki napja. Ugrics Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató lelki gyakorlatos beszédében arról az adventi útról szólt, amelyet a rájuk bízottakért, diákjaikért, az egyházközség tagjaikért kell végigjárniuk, a katekétáknak és a lelkipásztori munkatársaknak. Miközben hirdetjük másoknak az evangéliumot, és törekszünk utat készíteni mások szívébe, lelkébe, Krisztus felé, nekünk magunknak is szükségünk van arra, hogy Krisztus jelenlétében éljünk, hogy az ő világosságát, szeretetét hordozzuk szívünkben. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban folytatódó találkozón a pasztorális helynök köszöntőjében az adventi időszak lehetőségéről beszélt, amely minden évben lelki megújulásra hívja az egyházban szolgálókat is. Azt gondolom, hogy aki az egyházban szolgálja mások lelki üdvösségét, feltétlenül magának is szüksége van ahhoz, hogy találkozzék az élő Istennel, befogadja életébe, szívébe, hiszen örök igazság, hogy senki sem adhatja azt, ami nem az övé. Ha mi Krisztus szolgálatában állunk, akkor nekünk kötelességünk és feladatunk elsőként Krisztust keresni, Krisztust megtalálni és Krisztust befogadni. Fontosnak tartom ezeket a lelki napokat a világi lelkipásztori munkatársaknak, katekétáknak, mindazoknak, akik szolgálnak a plébánián, hogy ők maguk lelkileg megújuljanak, megerősödjenek, Krisztussal találkozzanak, és amit adnak, a szívükből, hitükből fakadjon, és ez fontos azoknak, akik rájuk bizattatak. Tehát olyanok, akik hallgatják őket, elfogadják szolgálatokat, akik bizonyos szempontból nekik is köszönhetik, hogy közelednek Krisztus felé. A lelki nap további részében a hitoktatók beszámoltak az Egyházmegye Fatimából Komposztellába vezető zarándoklatáról, amely új erőt, lendületet hozott. Megköszönték, hogy részt vehettek a zarándoklaton, és lélekben épülhettek, hitükben megerősödve térhettek haza szeretteik körébe. Felejthetetlen volt. Különösen Fatima, ugye több felé jártunk, de Fatima éjszakai vagy esti fáklyás felvonulása, az élő rózsafüzér, amit minden este más és minden tizedet más nemzetiségű adott, imádkozott hangosan velünk. Hát az az este, amikor Magyarországon a mi csoportunkból imádkozta a tizedet mindenki előtt az rózsafüzérbe, hát az egy felejthetetlen csoda, és egy akkora nagy dolog volt, amit nem lehet elfelejteni. Az egész út nagyon szép volt, nagyon szervezett, nagyon jól éreztük magunkat, gyönyörű tájakon, gyönyörű, csodálatos helyen, de lelkileg, ami a fáradtság mellett, lelkileg megnyugodva, és úgy talán álomba élve értük meg azt a 8 napot. Zárszavában Ugrics Tamás pasztorális helynök áldott készületet, kegyelemmel teli karácsonyt és boldog új esztendőt kívánt a hitoktatóknak, a lelkipásztori munkatársaknak és családjaiknak egyaránt.